Sok figyelő tekintet és szorgos kezek a Máté Szalkai Sütőipari Kft-nél. Készül a rekord gyanús csokis kelt tekercs, amely a gyerekek egyik nagy kedvence. Ráadásul ezt lehet óriási méretűre nyújtani és megsütni úgy, hogy ne szakadjon el, ezért esett erre a finomságra a választás. 30 kg liszt, 3 kg cukor, ugyanennyi vaj, több mint 1 kg élesztő, 40 tojás. Az igazán csokis ízt pedig a 30 kg kakaó adja. Ezek összedolgozásán nem csak a pékek dolgoztak. A gyerekek részt vettek a tekercsek előkészítésében is, ugye dagasztás után 15 részletben tekerték fel ezeket a tekercseket, úgyhogy beosztottuk a gyerekeket, és hárman tekertek egy-egy tekercset, illetve kakaózták, és amikor érkezett a kemencéből ki a tekercs, akkor ott vártuk, és akkor szépen engedtük végig asztalokon a érkező tekercset. Hát ez egy iszonyatos nagy feladat volt, nem is gondoltam én sem, hogy ilyen nehéz lesz egyben tartani a tekercset, és tényleg együtt kellett rezdülnie a csapatnak, úgyhogy hát fantasztikus élmény volt. Mivel a gyerekek is részt vettek a rekordkísérletben, pályaorientációs programként is szolgált a rendezvény. Elnézést szeretnénk kérni utólag a gyerekektől, mert az évfélben ők voltak a legnagyobb pont ma, viszont ők teljesítettek 1000%-osan. Bár a szervezők elismerését bezsebelték a diákok, belülről úgy érezték, nem volt teljesen zöggenőmentes a munka. Voltak nehézkes pillanatok, viszont nagy részt hibátlanul meg tudtuk dolgozni az egész süteményt. Végül most, ha jól tudom, a falatozás része következik az egésznek. Rengeteg izgalom járt a fejünkbe eközben, hiszen nagyon sok nehézség volt. Itt kedvesek voltak az emberek is velünk, hogy állandóan segítettek nekünk, hogyha valami baj történt. Szerencsére nagy baj nem történt, szépen kijött az alagút kemencéből a kalács. Hogy minden hibátlan legyen, korábban három próbasütést is végeztek az üzemben, ami meghozta a végső sikert, a 28 méteres Guinness rekordot. A méretrekordoknak az általános szabálya az, hogyha egy tárgynak a legnagyobb méretét készítjük el, akár ételét is, akkor annak pontosan ugyanolyan anyagból, ugyanolyan módszerrel kell készülnie. Itt ez az ételkészítésnél azt jelenti, hogy ugyanazokat az alapanyagokat, ugyanazokat a technikai lépéseket kell felhasználni. Ez itt megtörtént, a gyerekek segítségével ugyanúgy gyúrták be, nyújtották el, kakaózták be a tésztát, mint ahogy egyébként hétköznapi értelme is szokásos. És a másik nagyon fontos szempont, hogy ennek a rendkívül méretű tárgynak, ennek működőképesnek kell lennie. Ugye a süteménynél arról van szó, hogy ennek nem csak hogy emberi fogyasztásra alkalmasnak kell lennie, hanem a kóstolók szerint meg kell egyeznie az ízének azzal, amit egyébként általában ismerni szoktunk. De én azt gondolom, ahogy itt a gyerekek a kóstolót nézegetik, illetőleg csemegézgetik, hogy ezzel az égvilágon semmi baj nincs. És hát természetesen ügyeltünk arra is a mérés során, hogy az egybefüggőség meglegyen, hiszen ekkor érvényes csak a méretrekord. A kora délutánra elkészült hatalmas kalácsot a Richter egészségváros szűrésein résztvevők kóstolhatták meg. Szívből gratulálok!